Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt ünneplő közösség! Tisztelettel köszöntöm elnök urat, az ünneplő szervezet első számú vezetőjét, munkatársait. Tisztelettel köszöntöm a velünk együttműködő külföldi partnerszervezetek vezetőit, képviselőit. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, miközben az atomenergia békés használatáért dolgozó nemzetközi közösség figyelemmel kíséri a fukushimai tragédia következményeinek elhárításán dolgozó szolgálattevőket, aközben nem feledkezhetünk meg a hazai nukleáris biztonság őreiről sem. Egy szervezet életében két nagyon fontos szempontnak kell együttesen érvényesülnie. Az egyik a társadalmi elfogadottság, a másik pedig a szakmai elfogadottság. Hogyha ez a kettő megvan, akkor kellő biztonságban érezheti magát a hatóság, és nyugodt körülmények között végezheti a szolgálatát. De hogy ez a biztonságos és kedvező, nyugodt környezet rendelkezésre álljon, ahhoz az egész hatóságnak, minden munkatársának komoly erőfeszítéseket kell tennie. Elhivatottságra, szakértelemre és felelősségre van alapvetően szükség. Hogyha mindezek megvannak, akkor ennek eredményeként a nemzetközi szakmai elismertség is társul, és független hatósági ellenőrzési funkciójának is eleget tud tenni az országos atomenergia hivatal. Magas szintű elvárásokat fogalmazott meg az elmúlt 20 esztendőben a paksi atomerőmű működésével szemben is, és ez így van rendjén. És ennek köszönhetően a 90-es évek közepétől a 90-es évek második felében és az új évezred első esztendeiben jelentős biztonságot növelő beruházásokra került sor. Ennek köszönhetően lehetett javítani a paksi atomerőmű földrengés állóságát, lehetett javítani az alternatív energia betáplálásnak a biztonságát, amelyet a híradásokból is láthatunk, hogy mennyire fontos, elsődleges szempontként kell kezelni, holott egy atomerőműben talán a legkisebb berendezések közé tartozik. Ezen beavatkozásoknak köszönhetően elmondhatjuk azt, hogy a paksi atomerőmű katasztrófa helyzetben biztonságosan leállítható, és emellett az alternatív energia betáplálásnak köszönhetően a hűtési feladatokat is el lehet biztonsággal látni. Nem mehetünk el amellett sem szó nélkül, hogy Magyarország és azon belül az energia politikával és az energetikával foglalkozó szakmai közösség egy 2030-ig terjedő új nemzeti energiastratégia összeállításán dolgozik, amelyet első olvasatban a kormány február 2-án irányelvek formájában jóváhagyott. Ezen energiastratégia figyelembe vételével ki kell jelentenünk azt, hogy középtávon Magyarország biztonságos és megfizethető áron történő villamos energia ellátása a paksi atomerőmű üzemelése, üzemidő hosszabbítása nélkül nehezen képzelhető el. Ahhoz viszont, hogy az üzemidő hosszabbításra sor kerülhessen, figyelembe kell venni azokat a tapasztalatokat is, amelyet a sajnálatos japán tragédia következtében fog maga a szakma megismerni, és az elkövetkezendő hónapokban feldolgozni. Idő lesz rá, hiszen a végleges engedélykérelmek benyújtására ez év végéig kell sort keríteni, és a végleges engedélyek kiadására
az üzemidő hosszabbításra való tekintettel 2012 végéig kell a főhatóságnak az intézkedéseket meghozni. A nukleáris biztonság követelménye a nemzetközi szervezetek által megfogalmazott kritériumokon alapul, és az atomerőműveket üzemeltető országok széles körű együttműködése segíti elő a biztonságos üzemmenetet. Ezért fontos számunkra, hogy a társpartner szervezetek a környező országokból rendre bejelentkeztek és eljöttek a mai ünnepségre. A nemzetközi együttműködés legfontosabb szervezete a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség, melynek ajánlásaival a hazai jogi szabályozás is összhangban van. Szerdán a Magyar Országgyűlés a nukleáris létesítmények nukleáris biztonságot szolgáló közösségi keretrendszerének létrehozásáról szóló Euratom tanácsi irányelvet is maradéktalanul átültette a hazai jogrendbe az energetikai törvénycsomag módosításával összhangban. Tehát Magyarország a jelenlegi legszigorúbb nemzetközi szabályozási környezetet a saját jogrendjébe, a nemzetközi szervezetbe tömörülő tagállamok közül az elsők között ültette át. Külön öröm számunkra az is, hogy az Országos Atomenergia Hivatalnak több területen is sikerült kivívnia a nemzetközi elismertséget. Maga az Európai Bizottság két alkalommal is felkérte a magyar szervezetet arra, hogy szakértelmével járuljon hozzá a nukleáris kérdésekben meghozandó döntések során szakmai tanácsadói szerepkör betöltésével. Tisztelt ünneplő közösség, ezekben az ünnepi percekben sem feledkezhetünk meg arról, hogy Európának is van teendője a nukleáris biztonság erősítése terén. Elengedhetetlen a japán katasztrófa tényadatainak folyamatos feldolgozása, valós helyzetnek teljes körű megismerése, annak érdekében, hogy a szükséges következtetéseket is le tudjuk közösen vonni. A szakmai elemzések elvégzésére való felkészülés ezen a héten megkezdődött, hiszen 16-án a nukleáris kérdésekkel foglalkozó Európai Uniós munkacsoport magyar elnökség kezdeményezésére ülést tartott, és magyar részvétellel megkezdődött a szakmai előkészületeknek az indítása. A nukleáris biztonság ügyében egységes európai megközelítésre van szükség, ez is megfogalmazódott szerdán, amellyel teljes egészében egyetértünk. Ennek az egységes megközelítésnek pedig részét képezi egy önkéntes alapon végrehajtandó biztonsági és kockázati elemzés, amely a köznyelvben az elmúlt napokban stressztesztként vonult be. Ennek a stressztesztnek természetesen Magyarország is alá fogja vetni magát, és a Paksi atomerőműben is elvégzésre kerül majd az elkövetkezendő hónapokban. Tisztelt ünneplő közösség, tisztelt elnök úr! Ahogy említettem, a hivatal elfogadottságához, szakmai és társadalmi elfogadottságához elsősorban a hivatal vezetése és a hivatal munkatársai tudnak hozzájárulni. Át kell törni azt az elszigeteltséget, az elszigeteltségnek azt a zárt burkát, amely elősegítheti a nyílt, nyitott párbeszédet az atomenergia békés célú hasznosíthatóságával, hasznosításával kapcsolatosan. Tehát nagyon fontos az, hogy nyitottan a nyilvánosság bevonásával beszéljünk biztonsági, biztonságpolitikai kérdésekről. Ugyanakkor a nyilvánosság figyelmét is fel kell hívni arra, hogy vannak olyan részletek minden veszélyes üzemmenettel bíró létesítmény működtetésénél, ahol a nyilvánosság túlfokozása ugyancsak a biztonságot áshatja alá.
Tehát egy létesítmény, egy veszélyes létesítmény biztonságos üzemeltetése, üzemeltethetősége megköveteli a nyitott, nyilvános szakmai párbeszédet, ugyanakkor mindig lesznek olyan részletek, amelyeknek a teljes körű kibontása veszélyeztethetné az adott létesítmény működését. Annak érdekében, hogy ezt az ellentmondást a társadalom vagyon és életbiztonságának érvényesítése mellett lehessen feloldani, van szükség az Országos Atomenergia Hivatalra, mint közhivatalra, amely az ország, a nemzet, a haza szolgálatára esküdött föl, úgy, hogy az atomenergia békés célú hasznosítását a lehető legnagyobb biztonsággal, biztonsági követelmények érvényesítése mellett kényszerítse ki az együttműködő engedélyes partnerekből. Az, hogy vannak örömeik mindannyiunk életében, nem jelenti azt, hogy elkerülhetővé válnak a fájdalmas pillanatok. Ez nagyon fontos. Éppen ezért egy ünnepből, amellyel együtt jár az öröm, erőt is kell meríteni. Erőt kell meríteni ahhoz, hogy az elkerülhetetlen fájdalmas pillanatokban is legyen elég tartásunk, annak érdekében, hogy a közös szolgálatot tudjuk teljesíteni. És ebben a szakmában, mint az energetika más területén is, szükség van a szolidaritásra, szükség van a szolidaritás kinyilvánítására is. Tehát amikor együtt vagyunk e szakmai körben, akkor azért vagyunk együtt, és a magyar kormány is azért képviselteti magát, hogy ennek az összetartozás élménynek az erősödése tovább folytatódhasson. Azért vagyunk jelen a magyar kormányzat részéről, hogy megerősítsük az Országos Atomenergia Hivatalban és a szakmában szolgálatot teljesítőket is, hogy értékeli a magyar közösség, a magyar társadalom értékeli a szakmai felkészültséget, értékeli a felelős hozzáállást, de ezt el is várja minden egyes szolgálat tevőtől. Mindannyian tudjuk azt, akár ipari környezetből érkeztünk, akár pedig a vidékről, a mezőgazdaságból, akár milyen gyökerekkel is bírunk, hogy az életnek meghatározott rendje van, amelyet a természet törvényei írnak, amelyhez mi, emberek, az emberi közösség csak alkalmazkodni tudunk. A természeti törvényeket mi nem írhatjuk fel. Befolyásolhatjuk a természeti folyamatokat, de a törvényeket felül nem tudjuk írni. A természeti törvények erősebbek, ezért nekünk kell igazodni hozzájuk. Minden magban óriási erőforrás van, a búzamagban is, amely képes arra, hogy kicsírázon és sokszoros termést hozzon. Az atommagban is óriási energia gyülemlik össze, és annak a felelős felhasználása a közösség számára nagyon sok hasznot tud hozni, de higgyük el, hogy ebben a teremtett világban a legnagyobb belső energiával mi magunk, emberek rendelkezünk. És mi vagyunk azok, akik kellő önismerettel és arra épített önkontrollal és önbizalommal képesek vagyunk arra, hogy a saját belső erőforrásunkat szabályozzuk. És hogyha ezt felelősséggel tesszük, akkor képesek vagyunk arra, hogy a legnehezebb időszakokban is, a legkilátástalanabb helyzetben is, a lehető legnagyobb erőfeszítéssel és a legjobb döntéseket hozzuk meg. E tekintetben mutatnak számunkra különösen kiemelendő példát japán testvéreink, barátaink. Japán minden lakója, az egész ország, és azok a szolgálattevők is, akik a fukushimai atomerőmű
kár elhárításán, katasztrófa megelőzésén dolgoznak. A hitük az, amely erőt ad számukra. A hitük az, amely ezt a belső szabályozást fel tudja erősíteni, és fel tudja szabadítani a belső energiát. Én azt kívánom a szakma minden képviselőjének, az Országos Atomenergia Hivatal munkatársainak és hazánk minden felelős polgárának, hogy erre a belső hitre alapozzunk, de ahhoz, hogy a belső hitünkre tudjunk alapozni megbízható módon, ahhoz egészséges önismeretre is szükségünk van, hogyha valamiben, akkor ebben érdemes keletebbre tekinteni, és a japán emberek gondolkodását, életszemléletét szemügyre venni. Nagyon nehéz pillanatban, teljes összeomlást követően is van lehetőség önerőből is a talpra állásra, és ezt egyedül csak az ember, az emberi közösség tudja megtenni, akkor, hogyha a természeti törvényekhez igazodik, tehát a teremtés törvényét tiszteletben tartja. Tisztelt elnök úr, köszönöm a megtisztelő lehetőséget, hogy a magyar kormány nevében köszönthettem a szakmát. Mindannyiuknak kívánok jó egészséget, kívánjuk azt, hogy szakmai szempontból tovább gyarapodjanak, újabb ismeretekkel, tudással gyarapodjanak annak érdekében, hogy a hazai békés célú atomenergia hasznosítás a lehető legnagyobb biztonsággal valósulhasson meg, hiszen ahogy említettem, az elkövetkezendő 15-20 esztendőben nincs arra számottevő lehetőség, hogy az ország biztonságos villamos energia ellátását részben nem a paksi atomerőmű által szolgáltatott villamos energiára építsük. Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Köszönöm szépen a szavakat, aztán megfontolásra érdemesek mindannyiunk számára. Szünneti pillanat következik. A Magyar Köztársaság Nemzeti Fejlesztési Minisztere dr. Czok Árpádnénak az atomenergia biztonságos felhasználása terén végzett több évtizedes kiemelkedő munkásságáért Gyimesi Zoltán díj kitüntetést adományozott. Szeretném fölkérni államtitkár urat a kitüntetés átadására.